magyar virtus, a sírva vigadás, a bánat, az öröm, benne van minden, a magyar lélek. De ami most következik, az nem magyar, de abban is benne van a szív, és benne van a lélek. Ezt a darabot is sokat játszottunk, darabot ki is hallják, hogy mi az. Egyébként ez a műsor utolsó száma. Ne ijedjenek meg, tehát nem tudom most már sokáig. Mert most már elég régóta ígyünk, hogy ez a mi korunkban ugye ez nem könnyű. Az ülő múlunk is elfáradt. Meg aztán már szükséglete is alatt. Ugye csak ez egy alkalom. Szóval, 20 évvel ezelőtt az igazgató azt mondta, hogy te csak a viszontához, hogy eljátszanánk ezt a dolgot. Hát eljátszott. Örültem neki, szerettem. És akkor azt mondta, hogy ezt minden 10 évben el fogjuk játszani. Ha mondom, hát ha majd bírom, akkor voltam 60 éves. Aztán jött a 70. Megint eljátszott. Ugyanannyi szó, körülbelül 50-szer. Szóval már közel 100-nál tartottuk, aztán megint úgy volt, hogy majd akkor 10 év múlva megint. Na ugye, akkor már lettem volna 80 éves, már is mondtam. De hát közben váltás történt, így aztán elmaradt. De, így őszinte legyek, nem is nagyon már. Úgy hiszem, hogy már nem tudnám eljátszani, csak hogy bírnám egy energiával, mert ez egy nagyon nagy szerep. Sejtik, hogy miről van szó? Na? Hát bizony arról! Hegedűsről. A hegedűs a háztető. Bizony, bizony. Sokszor eszembe jut ez a darab, amikor az öreg tevét játszom, és most ne vegyék azt, hogy egy kicsit aktuális leszek. De én tényleg közel 100-szor ez alatt a 20 évet eljátszottam ezt a szerepet. Mindig telt házzal, sőt, nem telt házzal, lépcsős házzal. És ami korábban, vagy máskor itt-ott szorványosan előfordult a nézőtéren, hogy egy-egy hát nem megfelelő személy, vagy egy kicsit illuminált állapotban lévő néző, beszólt a színpadra, kérem, soha semmilyen megjegyzés, vagy rossz ízű beszólás nem volt. Ezt csak azért mondom, mert ugye, hát akik látták is mondom, hogy mindenki látta ez alatt a 100 előadás alatt, hát meg kiszámoltam, hogy, mert ugye gondolom, hogy van, aki nem csak egyszer nézte meg, hanem van, aki kétszer, és valaki nem győri volt, hanem Győr környéki, de még így is azt lehet mondani, hogy Győrben minden ötödik ember látta ezt a darabot. Hát nem olyan nagy ez a város, 9 számolni, 100 előadás, beszorozom a 100-nal, vagyunk talán 130 ezeren ebben a városban, tehát sokan. Na de miért mondtam én ezt el? És ezért elnézést kérek ezért a személyes kitérésért, mert manapság annyit hallok erről a rasszizmusról, antiszemitizmussal, meg minden, és mindig ez jut eszembe, érdekes, hogy ez az echte, hogy így fejezem ki magad, zsidó darab, elment 100-szor, nagy siker, a közönség szerette, soha egy rossz megjegyzett, egy félreértető célzás, nem lehetett hallani. Akkor miről beszél? No, elnézést, hogy ezt elmondtam, de muszáj volt elmondanom, mert ezt én tapasztaltam, és most ezt látom, hogy nézem a sorműsor, és akkor mindig, ha van egy nemzetközi esemény, akkor előtte megjelennek híres sportolók, és elmondják, hogy nem kell a rasszizmus. Én meg mindig azt mondom, hogy kellene erről egy beszélni, és akkor nem is jelne rasszizmus. No, hát erről csak ennyi, és akkor most jön a tevje fohásza, mert ugye itt is van egy kis bronza, édes jó Isten! Miért ült ez mindig ennyi? Miért mászik el? Először is megállt az öt lányal, aztán a szegénységért. Na de mi bajod volt? Na jó, hagyjuk.
néha már azt kell hinnem, hogy odafelünk, unalmadban azt gondolom, na nézzük csak, már megint milyen gonddal bajja, tréfálja meg ezt az én legjobb hívemet, ezt a tehét, ezt a teljes embert. Hagy az írás mondja, gyógyíts ki minket, Uram, és mi kigyógyulunk. Amivel azt akarja mondani, te adtad a bajt, hát akkor adj már egy kis orvosságot is. Na de nem panaszkodok. A te atyai segítségedben épp, hogy éhen nem halom. Te, aki annyi szegény ember teremtettél. Te is tudod, hogy a szegénység nem szégyen. Na de nem is dicsőség. Én nem kérem soha. Csak annyit, hogy meggyőződhessek arról, hogy a pénz valóban nem boldogít. Hát mondd, tönkre menni lakva, ha nekem is ide potyattalál egy kis gazdagságot. Yeah, I think that I do, dear, Jaj, ha én gazdag lennék, jöjjön
osztozzunk meg azon, ami van. Száz dicsőség néked odafenn! S nékem egy kis pénz, Vion faludi fordítás, majd legközelebb máskor elmondom.